Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke, előadó művész. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük az elején. Mikortól lett képviselő? Én 2002-ben akkor kért fel a Fidesz helyi vezetősége a képviselői elindulásra, és sikeres választás követően 2002-ben kerültem be a képviselő testületbe, és azóta most már immár a 5. ciklusomat töltöm. Milyen további bizottságok munkájában vesz részt? Ugye itt elmondtuk, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke, de ezen kívül is vannak feladatai. Igen, tehát a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, aminek az elnöke vagyok, Idegenforgalmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pánti Ildikó vezetésével, abban is elnök helyettesként ténykedek, már évek óta egyébként. A Szociális és Egészségügyi Bizottság, abban is régen is tag voltam, ezt Nagy Nél László Erzsébet képviselőtársam, a kórház főigazgatónője vezeti, illetve bizonyos összeférhetetlenségi okok miatt az Oktatási Bizottságból kijöttem, és a Mezőgazdasági Bizottságba ténykedem, úgyhogy érdekes módon most jöttek be a külsős tagok a bizottságokba, minden bizottságba, így a miénkbe is, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságba, úgyhogy az első testületi döntés után, amikor megválasztottuk őket külsős bizottsági tagoknak, akkor köszöntöttük is őket a bizottsági üléseken, illetve akik új tagok, tehát akik régen nem voltak külsős bizottsági tagok, őtőlük egy rövid bemutatkozást is kértünk, így aztán akkor egyre jobban megismertük őket, és kívántunk nekik a bizottsági munkában sok sikert és kitartást. Minden önkormányzati képviselőt felkereshetnek a lakosok, ugye fogadó óra keretein belül. Mostanában ennek a menete, és milyen tapasztalatokat gyűjtött össze a lakosság által a fogadó órák alkalmával? Igen, nagyon érdekes, és ezért csodálkozom, amikor az utcán mondják, hogy kerestelek, nem tudtam szólni. Minden hónapban a Fidesz frakció tagjai, a képviselők, a körzeti képviselők minden hónapban tartanak fogadó órát. Ki hol tartja? Különböző helyszínek vannak megadva, és arra kérjük a tisztelt választópolgárokat, hogy jöjjenek el, keressenek fel bennünket, én viszem magammal a laptopot, fölírom a problémát, a nevet, a címet, a telefonszámot, hogy tudjam, hogy kivel beszéltem, és tudjak visszanézni arra az igényre, amit esetleg elmondott. És az a tapasztalat, hogy egyébként élnek is az emberek ennek a lehetőségével, hiszen gázbekötéstől kezdve egy bejárónak a elkészítését érdeklődtek nálam, meg sok-sok egyéb olyan dolgot, ja, hát például a Baross úti zug, amit mindig szoktam emlegetni, bejött a házaspár, nagyon szépen elmondták, hogy mi a problémájuk, hogy a város kellős közepén tulajdonképpen ott laknak, mert a Morgócsárdától 100 méter, és térdig járnak a sárban. Úgyhogy nem tudnak bemenni az úton, és akkor elterveztük, addig ütöttük a vasat, amíg forró volt, és sikerült elkészíteni ott az útalapot, ami nagyon jól sikerült. Néhány év múlva egy pici kis javítás szükséges volt, azt is megoldottuk. Tehát ez mind-mind a fogadó óráról indult el. Viszont most a helyzetre való tekintettel, tehát a Covid járványra való tekintettel nem lesz, most egy darabig szünetelni fognak a fogadó órák, illetve mégis lesz, hiszen telefonszámot fogunk közölni, a megszokott, az ismert telefonszámokat, hiszen a fűnyírásnál is mindig ott van a telefonszámunk. A telefonszámokat tehát közli a Karcagi Hírmondó, és munkaidőben a képviselők rendelkezésre állnak, a lakosságnak bármilyen problémája, bármilyen kérése, igénye, szükséglete támad, akkor meg tudnak bennünket találni, tehát így is kapcsolatban maradunk a tisztelt választópolgárokkal. Már volt néhány szó arról, hogy a körzetben milyen problémákkal, javaslatokkal keresik meg képviselő urat. Melyek voltak akár állami, akár magán beruházások a körzetében az elmúlt időszakban? Szerintem látványos fejlődésen ment keresztül a körzetünk, a 6-os számú választókerület.
hiszen hozzánk tartozik a területhez a vasútállomás és környéke, ami modernizálódott és megszépült, tehát ezt azt hiszem, hogy mindenki látja, aki arra járt, és nem is kell túl messze menni tőle, ugye ez egy állami beruházás volt, és ott van mellette a magánberuházás, a Szatmári cégcsoport megvette a rizshántoló malmot, többek között azt is, és ott egy kukorica malmot létesítettek, ott voltunk az átadásán, nagyon szép lett, és már akkor is már ment a munka, illetve ott az irodaépületet átalakították, tudomásom szerint még munkásszállás is kialakításra kerül, tehát ezek az olyan nagyon volumenű állami, illetve magánberuházások, amik a körzetünket érintik. Már beszéltünk ugye az imént a fogadóórákról, most szót ejtettünk a fejlesztésekről és a beruházásokról is. Mivel szokták felkeresni a választók? Ez rendkívül színes a választék, mondhatom így. A háza előtt a járda megrongálódott, természetesen a közterület felügyelők a útkátyukat is, a járdahibákat is folyamatosan figyelik, meg én is. Nagy gyakran kerékpárral járom a körzetet, és látom, hogy hol vannak ilyen jellegű problémák, de az emberek is elmondják, fogadóórán, piacon, utcán leszólítanak bárhol, én szívesen állok rendelkezésre, és ígérem is nekik, hogy amit tudunk lehetőségeinkhez mérten, azt teljesítjük, természetesen a városgondnokság segítségével, de ott is sokszor emberhiány, esetleg géphiány adódik, tehát ez bonyolult, de mindig azon vagyunk, mindig pozitívan állunk hozzá, hogy próbáljuk megoldani úgy az útkátyúzást, akkor keresnek olyannal, hogy átjáróknak a javítása, például a két kis mellékutcának a találkozásánál be van szakadva az átjáró, nem folyik el a víz, akkor ezt is megoldottuk, például a Zrínyi utca, Pabbéla utca sarkán tudnám többek közt példaként említeni, illetve átfolyók tisztítása, bár mondjuk azt elvárjuk a lakosságtól, hogy a saját háza előtt, mondjuk én is a saját házam előtt szoktam ezt figyelni, de amikor már nem bír vele, amikor már nagyon, nagyon nehéz a helyzet, akkor próbálunk ott is segíteni. Kerestek patkányirtószer igénnyel, ezt is hát mondjuk meg tudja az ember érteni, amikor van ilyen lehetőségünk, már pedig most hamarosan lesz, akkor ezt a kérést is próbáljuk teljesíteni. De gyakran szól a telefonom, hogy ezen meg ezen az utcán közvilágítással utca házszám szerint kérem, megmondják, hogy probléma van a közvilágítások. Szennyvíz rákötések témájában például kerestek úgy telefonon, mint fogadó órán. Az információt azt tudom megadni, hogy tervező irodát kell keresni, például a horvát féle tervező irodát, de bármelyiket, aki amit akar, és utána ezt az a tervező iroda elkészíti a terveket, és intézi a további folyamatokat. Tehát ezt tudjuk mondani. Vagy például a körzetben elég sok lakatlan ingatlan van, lakatlan ház, elhanyagolt udvarok, rendezetlen vagy gazdátlan porták, ezek körüli gaztalanítás, ezek körüli rendtételt is kérték már tőlem a tisztelt választók, a Városgondnokság segítségével meg tudtuk oldani. Csapadékvíz elvezetés, átereszek készítése, sok-sok probléma, 1100 ház tartozik körülbelül az én körzetemhez. Ezt azért a választóknak is meg kell érteni, hogy mindaz 1100 háznál nem tudunk mindent és azonnal. Természetesen ők így gondolnák, de én akkor tájékoztatom őket, hogy ahogy sorra kerül, ahogy tudjuk, nem hanyagoljuk el, nem felejtjük el, amire jutunk, azt megcsináljuk. Aztán útalapok, felújítás, az előbb említettem a Barosúti zugot, onnan is kaptam jelzést, hogy hepehupás lett, elhasználódott, ugye járnak rajta a járművek, és akkor azt is kavicsal gyönyörű szépen újra megterítettük és felújítottuk. Fűnyírás, az benne van minden héten a Karcagi Hírmondóban, telefonszám, gyermeküket egyedül nevelők, idős, egyedülálló polgárok fordulhatnak hozzá, betegek fordulhatnak hozzánk, és én azt hiszem, hogy hellyel közel nyáron folyamán ez is szépen meg lett oldva. De még olyan is volt, hogy bejött a néni, hogy olyan problémája van, hogy a szomszédnek a szilvafája ráhajlik az ő alsó épületére, na most akkor mit csináljunk? Hát magánportára a közterület felügyelő nem igazán rendelkezhet,
de attól függetlenül jobb belátása tudja bírni az ott lakókat, esetleg egy elbeszélgetése, vagy én is kimegyek személyesen, és ezek a problémák is azért meg szoktak oldódni. Sokrétűek, de mind talál orvoslásra. Ezen kívül a déli külváros egy része is képviselő úrhoz tartozik. Ott milyen fejlesztések történtek az elmúlt hónapok alatt? 2010-ben lettek a körzetek átrajzolva, amikor csökkent a képviselő száma a különböző városok képviselő testületében, úgyhogy a 10 körzetből 8 körzetet rajzoltak, akik ezzel foglalkoztak, és a déli külváros Arany János utca, Vajda utcától a vasútállomás fele első keleti része tartozik én hozzám. Megmondom őszintén, hogy 2010-ben tragikus állapotokat találtunk ott, nem tudom ki volt ott előtt a képviselő, úgy tudom a cigány nemzetiségi képviselő elnöke, de hát nekifogtunk a munkának, felmértük a legfontosabb tennivalókat, itt is az átfolyók, itt is az átereszek, vízelvezetés, csapadékvízelvezetés, és hát legfőbb probléma az út, meg a járda. Hát őszintén megmondom, évekig küszködtünk ezzel, én már mióta ott vagyok, körülbelül 3-4-5 útalapot sikerült a képviselő keretből kiszorítanom, mert nagyon szükséges volt, hát ott is térdig jártak a sárban, viszont az idén polgármester úr kérésére minden képviselő, a 3 millió forintos képviselői keretből 1 millió forintot betett, és kavicsot vásároltunk. Iszonyatos mennyiségű kavicsot. A városgondnokság szakemberei, gépei elindultak, és kijelenthetem, hogy azt hiszem az egész déli külváros és az északén is kezdődik, vagy talán folyamatban van, de az én körzetemben is az összes sáros út megszűnt, járhatók az utak, útalapok készültek, és ez többek közt azért is jó, mert ugye a mentő, tűzoltó, egyéb, a kukás autó nem tudott, vagyis hát csak nagyon keservesen tudott megközelíteni bizonyos ingatlanokat. Így viszont kukát kapnak majd az ott lakók, és a kukás autó összeszedi a hulladékot. Reméljük, hogy ezzel a környezet tisztaságához jól hozzá tudunk járulni. A környezet tisztaságát segíti a Teszed akció is, amiben több önkéntes kedves ismerőssel, segítőnkkel részt vettünk, és a déli külvárosnak a környező útjait, ott a Füzesgyarmati út, a kanyarba például, négykézláb szedtük a rengeteg eldobott hulladékot, úgyhogy az is nagyon akció, vagyis az is nagyon eredményes volt, ez a Teszed akció. Illetve hát itt is jelentkezik ott a Nádosok környékén, a külváros szélek környékén a patkány invázió sajnos, úgyhogy erre is most van intézkedés, hogy ott is ki lesz osztva a patkányirtószer, és ezzel szintén a környezetet próbáljuk szebbé, biztonságosabbá, jobbá tenni. Számos fejlesztés, beruházás készült el, és van folyamatban a körzetben, de nagyon sok és színes oktatási intézmény is található képviselő úr körzetében. Mondjuk el is pár szót. Három oktatási intézmény tartozik a körzethez, az Arany János Általános Iskola, a Jókai úti óvoda, illetve a Takács Péter úti óvoda. Támogatom ezeket az intézményeket, próbálok részt venni az ő rendezvényeiken, lehetőségeim szerint, illetve a képviselői keretből például tanösvényt készítettünk a Jókai úti óvodában, ezt 104 ezer forinttal tudtam támogatni a képviselői keretemből, de az Arany János Általános Iskolát és a Takács Péter úti óvit is egy-egy erősítő berendezéssel támogattam, illetve projektort, hordozható vetítővászont vásároltunk, a nevelők és a gyermekek nagy-nagy örömére, hiszen ezt azóta is rendszeresen használják. A Jókai óviba AMV típusú modern, aktív hangdobozt szereztünk be, ez is szintén a nevelői munkát segíti. Illetve a Jókai úti óvodánál már régi vágy volt szülők és a nevelők rész, óvoda pedagógusok részéről is, hogy bővítsük az ottani parkolási lehetőséget. Nos, ez megtörtént, és ott is az árok ki lett igazítva, fák lettek kivágva, és kavicsos
egy útalaphoz hasonló parkoló létesült, úgyhogy most már elméletileg nem a sárban szállnak ki az autóból, hanem arra elkészült kavics parkolóra. De itt említeném meg, hogy az Arany János Általános Iskola nevelő testülete is jelzett az egyik bizottság ülésen, utána ez eljutott hozzám, bár azon nem vettem részt, hiszen ez volt az oktatási bizottság, amiből éppen a mezőgazdaságiba kerültem át. De a jelzés eljött hozzám, hogy ott is parkoló bővítést kérnének a nevelők, illetve a szülők is, úgyhogy ez a gépjármű parkoló is tervezés alatt van, az elképzelésről, a kérésről tudunk, és amennyiben lehetőségünk, ezt meg is valósítjuk. De el is ismerik képviselő úr munkáját az intézmények, hiszen magával hozott egy emléknapot, erről is beszéljen már nekünk pár mondatot, mutassuk. Igen, ezt az Arany János Általános Iskola nevelő testületétől, illetve Szentesini Nánási Tünde igazgatónőtől kaptam, és azt írja, hogy köszönjük önzetlen támogatását és a részvételét iskolai programjainkon. Igen, elmondhatom, hogy a tankerületvezetővel, de még Pánti Ildikó képviselőnő is gyakran ott van, találkozunk, sőt, polgármester úr is volt már több alkalommal a rendezvényen. Nekem meg azt gondolom, hogy szinte kötelességem is, hogy ott legyek, úgyhogy ahogy időm, tehetségem, lehetőségem engedi, részt veszek az ő rendezvényeiken. Képviselő úr nem csak a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője, nem csak bizottsági elnök, hanem előadó művész is, és nem mehetünk el emellett, hiszen 2017-ben életműdíjban részesült, állandó szereplője a Dankó Rádiónak, a Jó ebédhez szól a nóta című műsornak, a Duna Televíziónak, Kossuth Rádióban is hallhatjuk képviselő urat, és nemrégiben megkapta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közművelődésért díjat. Hogyan fogadta, hogyan éli meg ezt az oldalát magának az előadó művészetnek? Meséljen nekünk erről pár mondatot. Köszönöm szépen, hogy feltetszett sorolni ezeket a szép és nemes történéseket. Megmondom őszintén, óriási erőt adnak, inspirálják az embert további munkára és további magas színvonalú ténykedésre. És jó leső érzés, hogy figyelnek az emberre. Akiken ezek a dolgok múlnak, természetesen bölcsen átgondolják, hiszen mi is a testületben, a karcagi képviselőtestületben is szoktunk javaslatokat tenni kitüntetésre, kitüntetettekre, és tudjuk, hogy az ember más kedvel, jobb kedvel folytatja a munkáját, hogyha el is ismerik ebben. Úgyhogy nekem olyan erőt adott, hogy nem sokkal utána már el is kezdődtek a új CD-mnek a munkálatai. Mi lesz ez? Beszéljünk erről is, ami hamarosan megjelenik. Igen, egy klasszikus magyar nóta CD-ről van szó, ami a hungarikumok közé sorolható. Ezek a klasszikus magyar nóták. Egy kiváló cigányzenekarral egyébként, akik a Duna TV-ben is szoktak kísérni engem, meg különböző kollégákat, kolléganőket. Őket kértem föl, hogy dolgozzunk együtt, illetve van egy nagyon fiatal énekesnő, Hajnal Nikolett. Ő lesz a társam a CD-n, ő is énekel külön, illetve énekeltünk 5 dalt együtt is, ami nagyon jó pofa volt, hiszen a hangunk is úgy passzolt egymáshoz, és sokáig próbálgattunk telefonon keresztül, hiszen ő nem olyan közel, 400 kilométerrel lakik tőlem, Tét nevű településen, Győr mellett, de mobiltelefonon ezt simán meg lehetett oldani, úgyhogy szépen összepróbálgattuk, és a felvétel is úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és ami a kuriózuma ennek az egész CD elképzelésemnek, hogy kérdezték valahol, hogy van-e jövője a magyar nótának. Érdekli-e a fiatalokat? Hát az a válaszom rá, hogy igen, ugyanis a prímás is, és az énekesnő is, mind a kettő a gyermekem lehetne. Hiszen az énekesnő a lányommal egyidős, a prímás meg még 2 évvel fiatalabb, úgyhogy nagyon szép munkát végeztünk, és nagyon jókedvű volt az egész stúdió munka. Jelenleg még utómunkák zajlanak a stúdióban, és hamarosan megy a gyártása. A hanganyag elkészítésén túl azért a közönség is találkozhatott önnel, mint előadó művész, Kapos keresztúron és Verpeléten is szerepeltek. Milyen volt hát a Verpeléti műsor az szenzációs volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy gyönyörű kastély udvarán van, gyönyörű fák alatt, egy gyönyörű parkos
udvaron, kertben inkább, vagy parkban, mondjam így, zajlik ez az egész. Ott van letéve az a rengeteg szék, én nem tudom, hogy 500 vagy 1000 ember fér oda leülni, de nagyon-nagyon sokan vannak. És még amikor a műsorra készülődtünk, mit látok? Hát beállít egy karcagi csoport. De legalább, hogy 40-en vagy 50-en, nem is tudom hányan. Na természetesen ők is helyet foglaltak, és fantasztikus hangulatot csináltunk. Köszöntöttem őket természetesen a színpadról, amikor én következtem énekelni. És hát ezt is nagyon jó néven vették, meg nagyon élvezték az egész műsort. Én meg örültem, hogy lakótársaimnak, vagy a az itt lakóknak is örömet okozhattam ott Verpeléten. Kaposkeresztúron a testvéremmel Andival jártunk nemrégiben, illetve én is egyedül is szoktam járni, hogyha úgy kérnek föl, Kuncsorbán, Tiszagyendán voltak idősnapi rendezvények, illetve hát negatív dolgot is kell, hogy mondjak sajnos, mert ez a járvány, ez bizony nem kíméli a rendezvényeket, meg az előadó művészi tevékenységet folytatókat sem. Így Paks mellé készültünk, volt felkérésünk, de már a Covid miatt ezt a lehetőséget is elhalasztották, áttették egy másik időpontra. Sajnálom, de hát akkor majd, akkor tartjuk meg, amikor lehetséges lesz. Hol találkozhat önnel legkorábban a közönség, és milyen műsorokat fognak előadni? Legközelebb, ami még most megtartható, úgy gondolom november 16-án itt Karcagon, délelőtt a 10 órakor a gyerekeknek lesz, kisiskolásoknak, óvodásoknak, akik el tudnak jönni, illetve délután 5 órakor az idősebb korosztálynak a Hemóban, szintén az is ugyanott lesz, mint a délelőtti műsor, akkor pedig az idősebb korosztálynak adunk magyar nóta és örökzős lágerek műsort, Andival, a testvéremmel. Képviselő úr, köszönöm szépen az interjút, és hogy eljött hozzánk, stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!